Ez az első. Majd még lesz több is. Komoly lesz. Elkezdem, jó? Jó. Jó érzés. Ez király. A legjobb érzés. Igaz, hogy egy kicsit a jobb oldal az fájt, de ezért ki lehet bírni. Lesz még itt, innen törünk le. Ez a tetoválás azért volt érdekes, mert még mindig nem fogadott el ez a tetoválás dolog, de főleg ilyen látványos helyen, mert tényleg azért munkahelyeken is nézik ezt még mindig. Azért ebben nincs meg ilyen lazaság. Meg mondjuk itt fül mögött, itt volt egy olyan rész, ami így elég vékony itt a bőr, meg hát szinte csak csont van, meg bőr. Tehát így elhiszem, hogy fájt neki. De hát kibírta, úgyhogy megérte. Szerintem. Meg hát mosolyogva mentál. Hát ez a legjobb benne. Törzs vendégünk Lilla. Bár már több tetkóval rendelkezik, a családja előtt ezt eddig sikerült titokban tartania. Na eddig. Aztán utána kezelgést be tud inni, jó? Hát piercingetek is bárhová tudunk rakni, hát legjobban, legtöbben a szájban, orrban, nyelvben, köldökben. Ezek ugye a legkedveltebb helyek. Nagyon sokféle van, van banán alakú, pálcás, surface bar. Look right down there.
annyira hátra a lehetőség. Na, nem a nyelvgyököt izgalom. Nem, jó, tehát... Jó, értem. Alacsony vérnyomásod van egyébként? Nem, nincs. Ettél valamit? Igen. Konkrétan piercingben első, meg csak tájidom volt. Most kényelved. Orvosi fém ékszereket használunk, de vannak azért, akiknek titán ékszert, attól függ, hogy mennyire érzékeny. Tehát a titán azt gyorsabban gyógyul, mert álltam a földfém. Még egyszer rászültem, és kész is vagy. Mindenhová csinálok egyébként piercinget, intimát is, férfinak is, nőnek is. Köszi szépen! Sziasztok! További szép napot! Hello! Sziasztok! Egyébként mindenféle szeretek csinálni, úgy szeretem a kihívásokat, amit úgy szívesen csinálnék, az ilyen uvula piercing, fülösszevarrást is. Hát úgy mindenre nyitott vagyok, akár Hektetko is, arról van fenn videó YouTube-ban is, tehát hogyha valakit érdekel, akkor úgy szívesen látnám. El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder detener, y busco una salida para no irme así, ay que lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato, y trato. Nekem ez már egy, hát lassan egy éve megvan. És most ide találunk ki valamit, mert ez pont egy A4-es papír, hogy most rajta van, és kimaradt ez. Mert úgy volt, hogy ide majd egy feliratot csinálunk, de most inkább meggondoltam magam, és akkor lesz itt is egy rózsa, meg ilyen indert lesznek körülötte. Meg igazából a kiszínezést még megcsináljuk jobbra. Én nagyon utáltam a virágokat, mert minden most meglátok egyet, és így órákig nézegetem. Nem tudom, hogy miért. Meg azt sem tudom, hogy miért pont kék, mert nincs is kék rózsa. Te amo, te extraño, quiero ver junto a mí, abrazado de las manos y estar junto a ti. Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí. Oh baby, what you gotta be doing this to me? Me duele tanto el saber que ya no eres para mí. Ese lindo pedacito que contigo compartí. Me duele tanto saber que ya no eres para mí. Te extraño. Szerintem ez itt tök jó, hogy itt előre jön, itt meg itt teljesen visszamegy, nem ilyen fején elvágott. Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero, con todo el corazón. Én bírom. Írjuk majd egy balladásodat sok szeretettel. Jó, mi? Finom. Nagyon. Ég az egész. Látod, Szindika, milyen vagy? Meg is fürdetlek. Olyan, mint a tökizmus lenne. Ja, látod is. Tudom. Csabi, pont ilyet akartam. Na, örülök neki. Te megérte. Nem, nekem biztos. Megérte egy ilyen csodálatos nőnek tetoválni.
egyszerűen nem találok szavakat. Egy élmény volt. Nálam minden csajnak jó. Na most viccelsz, jó, hogy jó volt neki. Fehér szén az ilyen színes mintákban és a fekete-fehéreknél is azért fontos, hogy a többi színt kihangsúlyozza, és az élfényeket és a csúcsfényeket ezzel tudjuk úgy belerakni, hogy életű legyen maga a tetoválás. Önmagában a fehér szín az nem nagyon szín, tehát hogy igazából tényleg csak ezekre az élfényekre használjuk, kicsit visszavilágosításokra. Másra nagyon nem lehet, mivel ahogy a bőr fölé nő, kap egy, hát egy elég fura színt. Ilyen rózsaszínes, barnás színe lesz a fehérnek, és nagyon csúnya.